Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, kinek mi van, ugye üdvözlök mindenkit. Ugye ma volt egy Recovery Log, amiben fölmerült ez a mi van a táskámban, tehát hogy mit vett Recovery, és annak kapcsán én bekommentáltam, hogy milyen jó buzi lenne már, hogy itt én is lecsapnék el a témára, és akkor én is csinálnék ilyen vásárlós videót. Na tessék, akkor itt van a vásárlós vlog. Majd mutatom picit később, hogy mit vettem, de ami egy érdekesség, a tej. Hogy mi érdekes a tej. Mutatom. Tetszik látni? Itt különböző méretű tejek vannak, próbálom mutatni, hogy így. Mondjuk a nagyon nagy tej is látszik talán, vagy nem. Szóval, hogy is különböző méretű tejek vannak. Most itt vagyok a Lidl-ben, de most ez mindegy, mert ebből a szempontból édes nyolc, hiszen bármelyik ilyen jellegű élelmiszerboltban, vagy hát nem csak élelmiszer, de ilyen hipermarketben, meg szupermarketben bemész, akkor így vannak felosztva a tejek, hogy vannak ezek a picik, ezek a úgynevezett kávétejek, tehát ezek a hát egy pintes, tehát az rá van írva, hogy hány milliliter, tehát 568 milliliter, de én most pintekbe fogok mondani mindent, tehát van az egy pintes, van a négy pintes, és ha minden igaz, bár itt most pont nem látsz, ilyen, de itt látszik, és akkor itt van a hat pintes is, de mindjárt mutatom mind a hármat. Na, tehát akkor itt jobban látszódik, tehát itt van a picike, amit mi csak kávétejnek hívunk, hiszen jóformán csak kávéban meg teában iszták az angolok. Ez ugye 69 penny, és ott látszik, hogy 568 ml, tehát ez az egy pintes. A következő kategória az a négy pintes, vagyis ha valamivel több mint 2 literes, az már 1,29, ugye? És van az utáni következő kategória a nagy, az a 6 pintes, az már 3,5 liter majdnem, az ugye itt 1,89. Ami még megkülönbözteti a tejeket egymástól, az a címke, ugyanis tetszik látni, ez zöld címkés, az kék címkés, és tudok mutatni pirosat is, talán, vagy nem, pont nem, mindegy, ja de, ott van, és itt ott van piros címkés. Ez azt jelenti, hogy a zöld címkés az félzsíros, a kék címkés a teljesen normál zsírtartalmú, és a piros a zsírmentes, vagy hát effektív zsírmentes. De azért talán valamennyi zsír abban is van, de most nem nézem meg a kedvetekét. Na, de majd mindjárt rátérek arra is, hogy én mit vettem. No kérem, ez most ilyen álló videó lesz, mármint ez a része, mert a blokk is ugye így áll. Tehát álló formátumú, és így jobban látszódik, tehát nem mutatom meg az összes terméket, mert fölöslegesnek tartom, hiszen majdnem ugyanaz, mint amit Magyarországon is meg lehet kapni, tehát nem egy nagy vasszizdasz. Majd egy terméket kiemelek mindjárt, de tetszik látni, hogy van, amire 30% kedvezmény van. Ezekre a pék süteményekre, ami itt van a táskám tetején, ezekre például azért volt 30% kedvezmény, mert volt egy kuponom a Lidl Plus alkalmazásban, amiről majd mindjárt beszélek, és akkor ott, tehát ez a happy hour, és akkor ott jár a kedvezmény. Tetszik látni, ahol a happy hour van, az mind péksütemény, és ezeket mind 30%-a olcsóban kaptam meg. De vannak olyan termékek, mindjárt mutatom, mint például ez a négy hamburgerhús, ami van egy ilyen narancssárga címke, ugyanis ez lejárat közeli, bár nem feltétlen ma jár le, de lejárat közeli, és ezen van is szintén 30% kedvezmény, és ez a négy hamburger hús volt 2,9 penny,
így. Ami titeket mondjuk úgy, hogy érdekelhet, az ez. A sör. Mert nem, hogy már legyek sört magamnak. Sajnos nem volt az, amit én szeretek, a Golden Goose, vagyis az aranyliba, vagy aranylút. Mert nagyon ráálltam az ilyen Golden Ale jellegű sörökre. De ettől függetlenül ezt is szerettem, ez a püspök ujja. Ez egy ilyen nagyon nagy kiszerelés, tehát egy ekkora üzé, ekkora üveg. Nem egy olcsó, ma azért nem egy olcsó, hogy nekem nem olcsó, mert azt mondja, hogy ott van 5,4, te mutatom, 5,4%-os, 1,20-ért. De mivel jelen pillanatban ez volt a legolcsóbb sör, tehát akkor ezt vettem. Na, és amit még akarok mutatni a blokkon, az az áfatartalom. Tetszik látni? Kétféle áfatartalom van, egy 0%-os, meg egy 20%-os. Amit vettem, annak a mondjuk úgy, hogy 99%-a 0%-os áfatartalomba tartozik, és az volt 29,19, ebből adódóan az áfatartalom 0 pont. Ami 20%-os áfatartalommal rendelkezik, az volt 1,54, ebből az áfa 0,26 font, tehát 26 pedig konkrétan. És így, hogy Lidl Plus alkalmazást használtam, így spóroltam 1,86-ot. Na majd mindjárt mondom, hogy mi ez a Lidl Plus alkalmazás. Na szóval nem tudom, hogy Magyarországon van-e, vagy bevezette már Lidl, de az tény, hogy itt Angliában, meg ahol Lidl van, egész Nagy-Britannia szerte, van egy ilyen Lidl Plus nevű alkalmazás, applikáció, telefonra. Effektív egy QR kód, amivel pontokat gyűjthetsz minden, hogy van, igen, minden vásárlás után, hogyha beszkennered a pénztárnál ezt a QR kódot, az kvázi pontokat ír jóvá, hát most azért kvázi, mert nem konkrétan pontszámokat ír jóvá, hanem ugye számolja, hogy mennyit költöttél addig az adott hónapban, és akkor vannak ilyen lépcsők, hogy 50 font elköltésénél egy pésütemény ingyen jár. 100 font elköltésénél 2 fontos kupon, tehát a következő vásárláskor, amit föl nem használod, ugye egy héten belül van 2 font kedvezményed. Ha eléred a 200 fontot, akkor viszont van 10 font kedvezményed a következő vásárlásnál, de az is csak egy hétig érvényes. Mondjuk attól függetlenül, hogy esetleg közben hónapváltás volt, tehát az nem számít, hogy tehát akkor nem veszik el, hogyha nem használtad fel adott hónapban, pontosabban adott héten, de hónapot váltottatok, úgyhogy akkor az úgy megmarad, csak egy hét után ugye elszáll az a 10 fontos kedvezmény. A másik, hogy most jelen pillanatban, hát a jelen pillanat azt értem, hogy kb. Olyan, talán január óta, nem tudom fejből, talán január óta van egy ilyen, hogy kaparósors jegy, már itt az alkalmazáson belül kaparósors jegy, és akkor arra lehet különböző termékekre kedvezményeket kapni, vagy volt már olyan is, hogy ingyen kaptál egy terméket. Nem tudom, hogy szintén nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen a Lidlbe, de aki Lidl Plus alkalmazást használ, tehát van letöltve a Lidl Plus alkalmazás a telefonjára, az ugye meg kell adni a személyes adatokat, köztük a születésnapját, viszont ezt megjegyzi a rendszer, és akkor a születésnapodra egy péksüteményt ingyen kapsz. Egy meghatározott péksüteményt ingyen kapsz. Úgyhogy nekünk mindenképpen megéri, mert egyrészt a kedvezményes, tehát például ezeket a 30%-os kedvezményes cuccokat is számolja a rendszer, tehát ugyanúgy jóváírja, tehát költésnek számolja, ezért jó, hogy nincs külön kiemelve, hogy mire vonatkozik a Lidl Plus, meg mire nem, hanem mindenre általában, az egész költésre. Másrészt pedig ugye mivel sokat járunk a Lidlbe, ezért sokat tudunk spórolni. Ja, és ugye elmondtam, hogy ugye ez a péksüteményes sztori, ez minden nap este 7-től van, tehát ami marad péksütemény, arra vonatkozik, hogyha a Lidl Plus alkalmazást használod, és a megfelelő kupont kijelölöd benne. Na, a magát az alkalmazást nem fogom képileg bemutatni, mert
ha van Magyarországon, akkor úgyis ismeritek, ha meg nincs, akkor meg nincs jelentősége szerintem, mert akkor az meg olyan mindegy, majd bevezetik Magyarországon is. Na, úgyhogy erről ennyi, de majd még egy lezárással jövök. Na hát ez volt ez a mi van a szatyromban, meg mit vásároltam jellegű videó. Ha valakinek fölmerül az igénye, hogy másfajta ilyen mi van a táskámban, tehát mit vásároltam videó is legyen, akkor nyugodtan írja meg itt kommentben. Én terveim szerint majd a későbbiek folyamán fogok készíteni olyan videót is, olyan bevásárlós videót is, olyan bevásárlós vlogot, ez végül is az, ami máshol történt vásárlás, tehát úgy értem, hogy mit tudom én, bemegyek egy fontos boltba, és akkor ott mit vásároltam, mit érdemes venni, és akkor onnan fogom mutatni a vásárlásaimat. Nem tudom, mennyire lesz érdekes, de majd kipróbáljuk, jó? Na, én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjál lájkot, kat, feliratkozzál, kat, esetleg köszönöm szépen annak is, aki már támogatott, meg annak is, aki még fog, és vásárlásra jó lesz. Na, de komolyan tényleg köszönöm, és akkor hát remélem, hogy találkozunk hamarosan. Ha máskor nem, akkor egy vlogban. Bye everybody!